Ez a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézete. Azon belül is ez a 24 incses távcsőnek a dómja. Amit már gyakorlatilag majdnem 100 éve építettek, tehát maga a távcső az közel 100 éves, bolygókra nagyon szép képet ad, holdat nagyon szépen lehet látni, hold felszínű részleteket. Maga a távcső jó, úgy kutatási projektbe viszont nem nagyon kapcsolódik most már be. Ugye írtunk cikket, mondjuk kezdjük mondjuk a Hubble űrtávcsővel, Kepler, TESS, ezek mind űrtávcsövek. Ezek alapvetően ugye a látható tartományban működő űrtávcsövek. És korábban például a Herschel űrtávcső, ami az infravörösben mért. Ez egy űrobszervatórium, az ugyanúgy működik, mint egy földi obszervatórium, csak nem kell oda menni, hanem egy előzetes úgymond bejelentkezési folyamat során az ember fölvet egy tudományos programot, azt egy szakértői bizottság azt elbírálja. Ugye ez igazából azért van rá szükség, mert sokkal többen akarnak mérni vele, mint amennyi idő van. Függ az űrtávcsőnek a konkrét geometriájától, hogy most a Föld körül kering, vagy a Nap körül kering, Földet követi, tehát hogy milyen pályán kering, attól is függ, hogy hogyan osztják be ezeket a méréseket. Nem nézhet bele a Napba, nem nézhet bele a Holdba, nem nézhet a Nappal ellentétes irányba, plusz még úgy kell állítani az űrtávcsőt, hogy a nap elemeit mindig megsüssi a nap annyira, hogy kapjon elég energiát, és akkor abból kell kicsakkozni, hogy na akkor te ekkor méred, te akkor méred a kedvenc csillagodat, a másik társaság meg a kedvenc kisbolygáját meg akkor meg amakkor fogja mérni, és akkor egy idő után kapunk egy e-mailt, hogy na, innen letölthetjük az adatainkat, és akkor tessék. És akkor onnantól kezdve meg visszakapcsolunk, így ülünk az irodában a számítógépben rüntyögve, és akkor az ember elszüttyög vele egy akkor hetekig, hónapokig, évekig néha. Ez az egyik filozófia, hogy azt mondjuk, hogy mi ezt akarjuk mérni, lemérik, stb. A másik, hogy vannak olyan távcsövek, mint ugye itt ilyen volt ilyen értelemben a Kepler is, meg a TESS is, hogy ők mérnek, és az adat az tulajdonképpen szabadon hozzáférhető. Tehát ők ezt publikussá teszik, és aki akar, az tulajdonképpen ráugorhat ezekre az adatokra, és kiválaszthatja azt a tudományt, amit ő akar. Most összes távcsövet lekapcsolnánk, akkor még sok évig tudnánk belőle cikket írni, vagy valamit csinálni. És... mondjuk el a 2007 OR10-nek a sztoriát. Valójában ugye most már Gongongnak kellene hívni, hiszen kapott nevet. Ez volt a legnagyobb név nélküli égitest tavalyig a külső naprendszerben. Hát ez egy több mint 1000 kilométeres égitest. És az is úgy kezdődött, hogy mértük ugye a Herschellel, vagy lemérte a Herschel. Aztán kiderült, hogy a Kepler a K2-ben mérte. Ugye ebből lett egy fénygörbe, és kiderült, hogy nagyon lassan forog. Ugye hát mitől foroghat nagyon lassan egy ilyen viszonylag nagy méretű égitest? Hát például azért foroghat lassan, mert van egy holdja, ami lelassítja az ő forgását, ugyanúgy, ahogy a mi holdunk is lassítja a Földnek a forgását. Ha lehet, hogy van egy ilyen holdja, akkor nézzük meg. És akkor előbányáztunk régi Hubble űrtávcső méréseket, és valóban ott volt. Ezt tökéletesen emlékszem, hogy ez mikor történt, mert egy meetingen ültem Pasadenában, ami rohadt unalmas van. És ennek következtében közben Hubble űrtávcső képeket kezdtem el redukálni. És így megtettem, hogy jé, ott van. És megnéztem még másik képen, és azon is ott volt. Meg lehetett találni a holdat, és ugye akkor kértünk újabb Hubble űrtávcső időt. Akkor most már szisztematikusan végigmértük több napon keresztül ennek a törpebolygónak a környezetét, és valóban lehet látni, most már így több éves mérésekből, hogy szépen ott kering a hold a törpebolygó körül. Ez a Xiangliu, ugye ez a Gongong egy kínai sárkány-szerű isten, vagy valami hasonló, ilyen lény, nem tudom pontosan, és az ő hát ilyen segítője, vagy valami haverja ez a Xiangliu nevű lény, és hát gondoltuk, hogy ha már Gongongnak hívják a fő égitestet, akkor valami hozzá kapcsolódó legyen. A kisbolygók azok ugyanúgy pontszerűnek tűnnek, mint pont ez a baj velük. A csillagok, igen. Igen, pont ez a baj velük, hogy amiért pontszerűnek tűnnek, ezért valójában nagyon keveset lehet róla tudni, tehát az, hogy még ilyen felszíni részleteket, meg ilyenekről szinte ne is álmodjunk közvetett módon, de még gyakorlatilag a méretük, tehát a legalapvetőbb fizikai tulajdonságuk is nagyon nehezen kimérhető, pont azért, mert annyira messze vannak, annyira kicsik, hogy pontszerűnek tűnnek, pont annyira, mint a csillagok. Viszont pont ez a lényege ezeknek a mérési kampányoknak, amikben mi is részt veszünk, hogy abban az esetben, mikor ez a kisbolygó átmegy egy csillag előtt,
akkor mint egy napfogyatkozás egy ilyen árnyéksávot húz végig a Földön. Itt az árnyéksáv mentén lepakolunk néhány távcsövet, akkor azokból a mérésekből, hogy mikor tűnik el a csillag, illetve mikor jelenik meg újra, gyakorlatilag kirajzolható szinte a szószoros értelmében. És ez nyilván ez egy nemzetközileg koordinált valaminek kell lennie egy ilyen megfigyelési kampánynak. Ez úgy megy nyilván a mai időben, hogy kapunk egy e-mailt, hogy hát lesz akkor egy esemény, na és akkor mérjük. Hát a legprominensebb az a Haumea nevű törpebolygó körüli gyűrűnek a felfedezése volt egy ilyen csillagfedéses mérésben. Mint az első törpebolygó, aminek gyűrűje van. Címszóval gyakorlatilag ez egy egyedi felfedezés. Igen. Tehát nem csak az a cél, hogy persze fürkészük az univerzum titkait, az is egy cél persze, hanem az, hogy megmutassuk, hogy ilyen meg ilyen technológiákkal mit lehet csinálni. Most gondolhatunk itt akár a GPS-re, mint olyanra, de ilyen olyan hétköznapi technológiák, ami manapság már hétköznapi, például a Wi-Fi. Wi-Fi-ben alkalmazott ilyen zajszűrések, meg ilyesmi algoritmusok, ami ugye manapság mindenkinek a kütyűjében ott van. Hát, vagy nem maga a CCD kamera. Meg maga a CCD kamera is, ugye ott abban az csillagászatban született. 70-es években, de mire ilyen bemegyek a boltba és megveszem, termék lett belőle, eltelt egy 30 év. Nyilván itt a csillagászatnak van egy olyan aspektusa is, amely ilyen érdekes megközelítés, hogy ugye ilyen technológiai demonstráció is egyben. Ha olyan feladatokat adunk a mérnököknek, hogy ezt a nagyon nehéz dolgot csináljátok meg valahogy, és erre a speciális feladatra megcsinálják, de akkor előbb-utóbb ki szokott derülni, hogy ezt valami másra is lehet használni. Thank you.